Hello! Üdvözlök mindenkit Indonézia gyöngyszeméről, Baliról. Mácsár Béla vagyok, karate és fitness edző. Szeretnék néhány kezcsináló keleties gyakorlatot bemutatni. Kezdjük mondjuk egy nagyon lassú hátsókezes ütéssel. Térd elő van, csípő hátra csavarva. Nagyon lassan, egyenes háttal, jól tekerjük rá, csíp. Egy, és kettő, és három. Nagyszerű, másik irányba is. Ugyanezt. Egy, közben fújjuk ki a levegőt. És kettő, lassan figyeljük oda minden izom munkájára, összehangoltan dolgozzanak az izmok. És három. Nagyon jó. Most pedig egy Szavada nevű japán úriember által kitalált gyakorlat következik. Egy. És kettő. Ez egy nagyon jó nyújtó, lazító és egyben erőfejlesztő gyakorlat. Nagyszerűen formálja a feneket, javítja a tartást. És a másik irányba is próbáljuk meg. Fejleszt az egyensúlyérzéket is. Egy. És kettő. És három. Jó. Legvégül egy légző és egyben láberősítő gyakorlat. Jó, egy lovaglóállást veszünk fel, lábfejek párhuzamosak, térdeket feszítsük szét, tenyereket összepréselve tartjuk. És nagy belégzéssel jól felnyújtjuk a kezünket az ég felé, elnyújtjuk a hátat, és kilégzünk, összepréselve tartjuk a tenyeret. Még egyet! Nagy belégzés, a gyakorlat nagyszerűen megmozdratja a vállat is, hogyha jól hagyjuk végre. És három. Ízelítőnek ennyi elég volt. Remélem tetszett, amit csináltunk. De az edzések keményebbek lesznek.